És még mindig itt vagyunk a Fit Balance-on, itt áll mellettem Erdei Zsolt Madár. Gondolkodtál már azon, hogy ha nem a box viszi el az életedet, akkor mit csinálnál? Hú, ez egy nehéz kérdés, különben pont az előbb beszélgettem valakivel, hogy nekem a sport egy óriási nagy lehetőséget nyújtott az életben, és hogyha tudnám, hogy mi a vége, akkor megint újra kezdeném, sőt, ha nem tudnám, akkor is újra kezdeném, hiszen a sport nekem az életem, ez az elementem, amiben tudok létezni. Most a box azért egy küzdő sport, ezt nyilván nem kell megmagyarázni, de hogyan magyaráznád meg annak a szülőnek, akinek a gyermeke mondjuk boxolni szeretne, de a szülő nem akarja, hogy a gyereket összeverjék? Én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a gyereknek boxolnia kell mindenáron, de hogyha a gyerek boxolni szeretne, és van egy ilyen lehetősége, akkor mindenképpen próbálja ki. Én azt gondolom, hogy elsősorban a sport a lényeg, az, hogy a gyerekeket sportoltassuk, nem feltétlenül eredménycentrikusan, hanem azért, hogy a mozgáskultúrája, a ritmusa, a dinamikája fejlődjön, és hogy ne otthon ücsörögjön a számítógép a komputer előtt, mert annak rengeteg káros következménye van, mind lelki, mind fizikai téren. Most találkoztunk már veled futballmeccsen is, te kacsingatsz más sport felé, vagy kacsingattál? Igazából soha nem kacsingattam más sport felé, mindig is a zökővást csináltam, én 10 évesen elkezdtem, és azóta folyamatosan ezt nyomom. Természetesen a sportok más formáját is szeretem, a testmozgás más formáját is szeretem, de versenyszerű sportra másban nem nagyon gondolkoztam. De most is így végezetül, hogyha már itt a Fit Balance-on annyiféle új sportot is ki lehet próbálni, te hogy vagy ezekkel az új divat sportokkal, hiszen ugye sokan azt mondják, hogy a feneket a googolás erősíti, és nem ezek az új divat sportok. Én megmondom őszintén, hogy én az alternatív erősítési módszerek, amikor az ember a saját testsúlyával, saját testsúlyát emelgetni, a vázizomzatot erősíti, tehát amikor például megcsinálok egy fekvőtámaszt, akkor nem esik be a hasam, hanem igenis törzsből, derékból tartom magam, a hasam folyamatosan feszül. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az izmokat kéne erősíteni, és nem feltétlenül azokra az óriási lufbalmokra kéne rámenni, ami ugye biceps, triceps, ami ugyan látványos, de a végén ugye kiderül, hogy a vázizomzat nem elég erős ahhoz, hogy ezeket az óriási izmokat elbírja. Tehát elsősorban én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy a gyerekeket, ha már gyerekek elkezdenek sportolni, akkor a vázizomzatot erősítsük meg, és ne várjunk óriási látványosságot. Miután ezek a vázizomzatok megerősödtek, utána lehet rápakolni izmot is, hiszen elbírja a szervezet. Köszönjük szépen a jó tanácsot, Erdei Zsolt. Sziasztok!